Üdvözöllek! Mostani témánk örök életre születtünk, avagy a halhatatlanság titka. A föld megremegett. Az erőteljes lökések megrázták az egész várost. Irodaépületek és otthonok dőltek össze. Sok kórház, iskola és templom teljesen megsemmisült. A 2001. februári földrengés El Salvadorban mintegy 3000 ember azonnali halálát okozta. Emberek ezrei váltak hajléktalanná. A mentőcsoportok fáradhatatlan munkát végeztek az áldozatok felkutatása érdekében, de csak néhány embert sikerült élve találniuk. 4 nap folyamatos ásás után éppen fel akarták adni a keresést, amikor valaki felfigyelt egy félig betemetett emberi karra. A kar mindenkit meglepő módon mozogni kezdett. A mentő alakulat elszánt ásásba kezdett. Majdnem 4 órába telt, amíg a romok alól kiszabadítottak egy középkorú embert, aki még élt. Étel és ital nélkül élte túl ezt a 4 napot. Később a kórházban megkérdezték tőle, hogy hogyan volt képes túlélni ilyen szörnyű körülményeket. Élni akartam, válaszolt. Levegő után kapkodtam. Nem akartam meghalni, és hittem, hogy a segítség úton van. Ezzel az élni akarással születünk. Mindnyájan magunkkal hozzuk ezt a vágyat. Talán ez a legerősebb emberi ösztön bennünk. Ez az élni akarás és vágy minden emberben egyformán jelen van. Amikor valakinek az élete veszélybe kerül, az emberek hihetetlen és hősies erőket mozgatnak meg megmentésére. Akár egy kútba esett gyermekért, vagy egy zátonyra futott hajóutasaiért, vagy egy veszélyes helyen megrekedt hegymászóért, vagy egy földrengés romjai alá szorult áldozatokért. Ha valakinek az élete veszélybe kerül, az emberek rohanva sietnek megmentésükre. Az igazsághoz azonban az is hozzátartozik, hogy arra már egyikünk sem szeret gondolni, hogy mindannyiunk élete veszélyben van. És nem csak fenyeget minket a veszély, hanem halálra is vagyunk ítélve mindannyian. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Úrunk Krisztus Jézusban. A bűn mérgező és végzetes dolog. Hogy miért? Azért, mert elválaszt bennünket az élet forrásától, Teremtő Istenünktől. Márpedig mindegyikünk követett el bűnt. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is, nincs aki megértse, nincs aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, nincs aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Őszüleink, Ádám és Éva, akiktől az egész emberi család származik, engedetlenségük révén elszakították magukat Istentől. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. A bűn természetes következménye a halál. A bűn okozta halálozási arány 100%. Ádámnak meg kellett halnia a bűne miatt. Hozzá hasonlóan minden leszármazottjának meg kell halnia, minket is beleértve. Mindnyájan egy gödör mélyén vagyunk. Segítség nélkül elveszettem. Ha nem jön valaki a megmentésünkre, elveszünk. A rossz hír az, hogy segítség nélkül végünk van. Az örömhír számunkra, hogy van valaki, aki segítségünkre sietett. Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.
Igen. Mindnyájan vétkeztünk. Ehhez nem férhet kétség. Minden egyes önző tettünk, szavunk, de még a gondolatunk is bűn. Gondoljuk át, milyen sokszor vétkezünk naponta. Ráadásul a mi problémánk nem csak az elkövetett bűnökből adódik, hanem pusztán abból a tényből, hogy bűnösök vagyunk. Egy halálos betegségben szenvedő személy, aki nem ismeri fel betegségét, vagy nem fordul orvoshoz, meghal. Ez a végzet vár azokra a bűnösökre is, akik nem ismerik fel lelki betegségüket, és nem kérnek segítséget. Ha nem a ti vétkeitek választanak el titeket istenetektől, mondja a Biblia. Isten minden élet forrása. Amikor Ádám vétkezett, útja elindult halálba vezető útjára. Mindannyian halálra vagyunk ítélve. A szeretet Istene azonban nem számolt be nekünk a bűn következményeiről anélkül, hogy ne adott volna reményt a szabadulásra. Íme az örömhír. Mert a bűn zsoldja halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban. A megváltás az egy ajándék, amelyet nem érdemelnénk meg. Nem tudjuk kiérdemelni jó cselekedetek által, és nem tudjuk megvásárolni pénzem. Legtöbb ember úgy véli, hogy sok jót tett vékezvitelével nyerhet megbocsátást és örök életet. Egyesek szöges ágyakon kínozzák magukat, hogy ezzel kiérdemeljék Isten szeretetét. Némelyek ostorozzák és vagdossák testüket, mások éles horgokat szurkálnak magukba. Vannak, akik parázson, mezítláb mennek át a tüzes szénen, hogy ezzel érdemeljék ki Isten tetszését. Mások úgy szeretnének érdemet szerezni, hogy templomot építenek, vagy szent embereket etetnek. Sokak számára nincs nagyobb öröm és érdemszerzés annál, ha Mekkába vándorolnak, vagy meghalnak az iszlám védelmében. Anélkül, hogy tudná, sok keresztény ugyanebbe a hibába esik. Gyülekezetbe járnak, adományokat adnak, és követik a Biblia előírásait, és közben azt gondolják, hogy ezzel érdemet szereznek maguknak az örök életre. Lehetséges ez? Megvesztegetheti-e az ember Istent azáltal, hogy testi büntetést és lelki gyötrelmeket okoz magának, vagy jót tesz másokkal? Ki tudjuk-e érdemelni az üdvösséget, mint egy sporteseményen a fődíjat és az aranyérmet? A Biblia így szól. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Nem válthatjuk meg önmagunkat saját cselekedeteink által. Isten kegyelmére és szeretetére van szükségünk, melyben ingyen részesít minket. Ha ki tudnánk érdemelni az üdvösséget, akkor az nem volna ajándék. Tegyük fel, hogy a főnökünk átad nekünk egy borítékot, mondván, hogy ajándék van benne. Valóban ajándék volna-e az, ha csupán az elmúlt két heti fizetésünk volna a borítékban? Nem, hiszen megdolgoztunk érte. De a világegyetemet uraló Isten miért foglalkozna ezen a picurka bolygón élő emberekkel? Miért nem hagyta magukra az önző és lázadó embereket, hogy elszenvedjék a bűnnek a következményeit? A választ erre János első levelében olvassuk. Isten a szeretet. Némelyek bizonyára tudják, hogy mit jelent, amikor gyermekük megbetegszik, és egész nap és éjjel is sírdogál. Mindent elkövetnek a megnyugtatására, de semmi nem segít. Leföl járkálnak, énekelnek a gyermeknek, és mindenféle tanácsot kipróbálnak, de semmi nem használ. Hadd kérdezzek valamit. Gondoltál-e valaha is arra, hogy odaad valakinek a gyermekedet, vagy magára hagyd szenvedéseiben, bármennyire is fáradt vagy bármeddig is tart a betegséged? Nem?
Miért? Mert annál jobban szeretik a kicsi gyermeket, minél nagyobb fájdalmat kell elhordoznia. Ilyen a mi Istenünk. A földön élő gyermekei megbetegedtek a bűn miatt. De az emiatt elszenvedett fájdalom következtében Isten még inkább szereti őket. Isten soha nem gondolt arra, hogy magunkra hagyjon bennünket. Soha nem hagyott magunkra, hogy meghalljunk és elszenvedjük lázadásunk következményeit. A Biblia azt mondja, az Úr hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Bármilyen jó vagy rossz emberek voltunk eddig, Isten szeret és üdvözíteni kíván bennünket. Nem kívánja a halálunkat. Azonban mindannyian vétkeztünk és fellázadtunk Isten ellen. Megszegtük törvényét. Földi uralmak nem tűrhetik el sokáig a törvénytelenséget, mert összeomlanak. A bűnözőket megbüntetik. Isten törvényének megrontása azonban még komolyabb következményekkel jár, mert a bűn elválaszt minket Istentől, az egyetlen lénytől, aki segíthet nekünk és megválthat bennünket. Isten nem csak az örökké való szeretet, hanem az igazság Istene is. A Sínai hegyen így mutatkozott be. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, aki irgalmas marad ezer ízinglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnöst büntetlenül. Van-e megoldás? Van-e kiút? Igen, van. A szerető Isten talált egy utat megszabadításunkra anélkül, hogy átlépte volna a jogosság határait. Tökéletes helyettes talált, aki meghalt helyettünk, és elvette helyettünk a büntetést, hogy így életben maradhassunk. János, a szeretett tanítvány így magyarázza ezt. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Jézus emberként jött el földünkre, és ugyanazokkal a nehézségekkel és kísértésekkel találta magát szemben, mint minden ember. Élete a tökéletes engedelmesség élete volt. Az emberi faj bűntelen képviselőjeként önként magára vette minden ember bűneit, és meghalt értük a kereszten. Pál így írt. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. Jézus halálának célja semmiképpen nem egy dühös és haragvó Isten megengesztelése volt. Jézus felajánlotta életét a megváltásunkért, Isten pedig annyira szeretett minket, hogy kész volt odaáldozni értünk egyszülött fiát. Jézus Isten báránya volt, áldozati bárány. Isten választott népe az Egyiptomból való szabadulás után a Sínai hegy körüli pusztában vándorolt. Útjuk során szimbólumok és ceremóniák segítségével nap mint nap megismerték Isten megváltási tervét. A Szent Sátor Isten utasításai szerint épült, az Isten által bevezetett szolgálatok elvégzésére. Ezek folyamatosan felhívták az emberek figyelmét Krisztus golgotai halálára, amikor majd az igazi bárány meghozza áldozatát az egész emberiségért, és ezzel mindenki számára reményt, bűnbocsánatot és szabadulást kínál. A bűnös eljött és elhozta áldozatát. Ráhelyezte kezét az állat fejére, és megvallotta bűneit. Ezután kezébe vette egy kést, majd leölte az állatot, és ezzel kifejezte, hogy a Jézust jelképező áldozati bárány
halálát saját bűnei okozták. Nem túl tetszetős látvány, ugye? Az örök élet ígéretét biztosító Golgotai kereszt azonban még kevésbé az. Ezzel a szertartással Isten azt kívánta bemutatni, hogy a bűn halált eredményez, melyet vagy magának a bűnösnek, vagy az ártatlan áldozatnak kell elszenvednie. Isten népe a bibliai időkben áldozatok felajánlása útján fejezte ki hitét a helyettes Krisztus majdan bekövetkező halálában. Jézus volt a valódi áldozat. Amikor Krisztus elment a Jordánhoz, hogy megkeresztelkedjék, János így szólt: Imé az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. Szörnyű belegondolni, hogy olyan emberek tervelték ki halálát, akiknek a megmentésére jött. Megverték, kigúnyolták, és az egyik legkegyetlenebb kivégzési formát alkalmazva keresztre feszítésre ítélték. Igen, ahogyan a Biblia mondja, az halt meg a kereszten, aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott. Krisztust a Pászka ünnepének idején feszítették meg. A római vezetők szokása volt, hogy ennek az ünnepnek alkalmából egy bűnöző szabadlábra helyeztek, ezzel is tanúsítva jó indulatukat. A tömeg engedte meghalni Jézust, és helyette Barabást választotta. Halálakor Jézust a bűnösök közé számlálták. Két tolvaj közt állították fel keresztjét. Amint Isten ráhelyezte az egész világ bűnét, Krisztus így kiáltott fel: én Istenem, miért hagytál el engemet? Át kellett éreznie azt a szörnyű szakadékot, amit a bűn ékel Isten és az ember közé. Nem tudta elviselni az atyától való elkülönülést. Ez megtörte szívét. A tömeg így kiáltott: másokat megtartott, magát nem bírja megtartani. Mindez igaz volt. Ha Krisztus kiszabadítja magát, akkor nem válthatta volna meg az embert. Isten megfizette az árat az emberért és a megszegett törvényért. Isten mindaddig nem volt elégedett, amíg vissza nem hozta az embert saját családjába. Ezért odaadta egyszülött fiát, hogy meghaljon az ember helyetteseként. Jézussal úgy bántak, ahogyan mi érdemelnénk, hogy velünk bánjanak azért, hogy most úgy bánhasson Isten velünk, ahogy Krisztus érdemli. A bűneinkért szenvedte el a halált, hogy az örök élet részesei lehessünk. Ezáltal úgy nyerhetjük el az örök életet, hogy közben Isten igazságosságát nem éri csorba. Nem azért, mert valami jót vittünk véghez, hanem azért, mert Isten nekünk számítja be Krisztus tökéletes életének tetteit. Pál a pogányok apostola így ír: mert kegyelemből tartattatok meg, hit által. A hit a megváltás lényege. Amikor a filippibeli börtönőr megkérdezte Pált, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy üdvözüljön, Pál így válaszolt: higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Azonban nem elég csupán értelmileg elfogadni azt, hogy Krisztus földünkön élt. Ez még nem üdvözítő hit. Ennél többre van szükség. A Biblia ezt mondja: az ördögök is hiszik és rettegnek. A Jézusba vetett hit több annak elfogadásánál, hogy mintegy 2000 évvel ezelőtt meghalt a kereszten. A Biblia ezt mondja: bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál, minden te utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te utaidat. Bízunk-e benne annyira, hogy életünk vezetését az ő kezébe helyezzük? Az üdvözítő hit úgy tekinti Krisztus áldozatát, mint ami teljes váltságdíjul szolgált a valaha is elkövetett bűneinkre.
Nem abban hiszünk, hogy bármilyen saját tettünk biztosítja számunkra az üdvösséget, hanem abban, amit Krisztus tett, értünk a Golgotán. Egyetlen ember sem dicsekedhet azzal, hogy megváltotta magát. Minden dicsőség az Istené. Az Isten részéről kegyelemre, az ember részéről pedig hitre van szükség az Istenbe vetett bizalomhoz. Az üdvösség elfogadása olyan egyszerű, mégis sokan nehézzé és körülményessé teszik maguknak. Ugyanarra a kérdésre kell válaszolnunk, amit a Filippi-beli börtönőr feltett Pálnak és Silásnak, amikor a földrengés megnyitotta a börtön ajtókat. Mit cselekedjem, hogy üdvözüljek? Mindössze 4 tényre kell emlékeznünk a megváltással kapcsolatban ahhoz, hogy üdvösségre jussunk. Összesen 4-re. Az első tény. A megváltás ingyen ajándék. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által. És ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. A kérdés ez, miért szükséges, hogy az üdvösség ajándék legyen? A válasz elvezet minket a második ponthoz. Második. Mindannyian vétkeztünk. Róma 3. fejezete, 23. verse azt mondja, mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Ez azt jelenti, hogy nem érdemeljük meg az ajándékot. Nem érdemeljük meg az üdvösséget. Mindnyájan vétkeztünk, és szégyent hoztunk Isten dicsőségére. Ha az üdvösség a saját jóságunktól függ, akkor soha nem érdemelhetjük ki, mert vétkeztünk, és nem tudunk eléggé jók lenni. Éppen ez az, amiért az üdvösséget csak ajándékba kaphatjuk, hiszen ki nem érdemelhetjük, és nem is dolgozhatunk meg érte. Mindannyian vétkeztünk, és szégyent hoztunk Isten dicsőségére. Harmadik tény. A baj az, hogy a bűn az egyenlő a halállal. Róma 6 rész 23 vers mondja, a bűn zsoldja a halál. Ez mindannyiunk nagy gondja. Bűnös vagyok, tehát halált érdemlek. Nem érdemlem meg az üdvösség ajándékát. Nem érdemlem meg az ingyen ajándékot. Ezért kell hát ingyen ajándéknak lennie, hiszen vétkeztünk és szégyent hoztunk Isten dicsőségére. A tragédia az, hogy bűneim miatt halált érdemlek. Istennek azonban van megoldása erre a helyzetre is. Negyedik. A megoldás. Jézus meghalt értünk. Róma 5. fejezet 8. verse ezt írja. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Nem csodálatos ez? Jézus meghalt értem bűnösért. Jézus te érted is, mindannyiunkért meghalt. 4 egyszerű tény. Tekintsük át még egyszer. Első. A megváltás ingyen ajándék. Második. Mindannyian vétkeztünk. A harmadik. A baj. Hogy a bűn egyenlő a halállal. Negyedik. A megoldás. Jézus meghalt értünk, ami életet jelent számunkra, ha elfogadjuk őt, mint megváltót. Amikor még bűnösök voltunk, Jézus meghalt értünk. Szeretjük-e őt? Szeretjük-e őt, amiért meghalt a mi bűneinkért? Szeretjük-e őt az üdvösség ingyen ajándékáért? Talán most feltennéd a kérdést. Hogyan nyerhetem el ezt az ajándékot? A Biblia megadja a választ erre, a Jelenések 3. fejezete 20. versében. Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek.
Ha az örök élet felkínálója megzörgeti házunk ajtaját, kívül hagyjuk-e, vagy beeresztjük-e őt? Természetesen kinyitjuk az ajtót, és betessékeljük. Ha befogadjuk Jézust, akkor befogadjuk az örök élet általa hozott ajándékát is. Nem csodálatos? Jézus beszeretne lépni az életünkbe. Engedjük hát be. Így fogadhatjuk el az ingyen ajándékot. Egyszerűen kinyújtjuk a kezünket, és így szólunk. Köszönöm, Jézus! Jöjj életembe! Térj szívembe! Uralkodj életemen! Amikor Jézus hozzánk tér, akkor barátként, megváltóként és urunként fogadjuk be őt. Két fontos dolog történik, amikor szívünkbe fogadjuk Jézust. Először megvalljuk bűneinket, és elnyerjük bűnbocsánatát. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Csodálatos ígéret. Nem számít, mit tettünk, és honnan jöttünk. Még ha nagyon súlyos bűnöket követtünk is el, Jézushoz térhetünk, és elvehetjük tőle az üdvösség ajándékát. Megvallhatjuk bűneinket, és teljes bűnbocsánatot nyerhetünk. A Biblia azt mondja, hogy Jézus a tenger mélyére veti bűneinket, és soha többé meg nem emlékezik róla. Amikor Jézus megbocsát, ő el is felejti a megbocsátott vétkeket. Van-e olyan bűnöd, amit már megvallottál Istennek, de a bűntudat terhe még a mai napig is károsztat téged? Talán úgy érzed, hogy azt a bűnt még Isten sem bocsáthatja meg. Hinnünk kell Isten szavának. A János első levele 5. fejezet 10. versének szavai egyértelműen elmondják, hogy ha nem hiszünk Istennek, akkor hazugnak mondjuk őt. Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. Ha Jézus megígéri, hogy megbocsátja bűnünket, és elveszi tőlünk a bűntudat mardosó érzését, akkor a szó szerint meg is teszi. Amikor Jézus megbocsát, ő el is felejti a megbocsátott vétkeket. Nekünk is így kellene tenni. Péter szavai így hangzanak az apostolok cselekedetei szerint. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Láthatjuk, hogy Jézushoz jöve, és a megváltás ajándékát elfogadva az első dolog, ami történik, Jézus megbocsát és megtisztít minket. Tisztára mos bennünket, és bűneinket a tenger mélyébe veti. Nem csodálatos? Szeretjük-e a megváltónkat? Azonban valami más is történik akkor, amikor szívünkbe fogadjuk Krisztust. Jézus erőt ad nekünk a bűneink felett való győzelemhez és ahhoz, hogy az ő nyomdokaiba lépjünk. A tolvaj nem lop többé, a hazug nem hazudik, az iszákos nem iszik. Figyeljük meg János evangéliuma első fejezete 12. versének szavait. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek. Isten erőt ad ahhoz, hogy gyermekei lehessünk. Sátán nem ural többé bennünket. Többé már nem vagyunk a sötétség gyermekei. Erőt ad ahhoz, hogy lábnyomában járjunk. Ha hiszünk benne, és elfogadjuk a megváltás ajándékát, ő erőt ad nekünk a győzelemhez. Ha megbotlunk, és elesünk az ajándék elnyerése után, Isten újra és újra megbocsát, de az erőt is megadja ahhoz, hogy győzelemre jussunk, és egyre jobban hasonlítsunk Jézushoz.
A hit és a megváltóba vetett bizalom elsajátítása fokozatosan történik. Nem leszünk azonnal tökéletesek, de Isten megbocsát. Sátán nem urunk többé, Jézus vált urunká. Kereszténynek lenni annyit jelent, mint hinni, bízni és elfogadni az üdvösség ajándékát. Jézus megbocsátja bűneinket, és erőt ad ahhoz, hogy kövessük nyomdokát. Amikor megnyitjuk szívünk ajtaját, és beengedjük Jézust, ő megtisztítja bűnös lelkünket, és megbocsátja vétkeinket. Ezen kívül erőt is ad a megváltozásra, és a bűn feletti győzelemre, vagyis arra, hogy egyre hasonlóbbá vágyunk hozzá. Amikor Jézus bennünk él, teljesen bizonyosak lehetünk örök életünk felől. Tudtad ezt? Nem kell szüntelenül azon aggódnunk, hogy üdvösségre jutunk-e, és hogy örökké Jézussal leszünk-e majd. Akié a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van. Jézus itt és most szeretne megbizonyosodni örök életünk felől. Mi itt és most megbizonyosodhatunk afelől, hogy amint szívünkbe fogadjuk Jézust, úgy üdvösségünk felől is biztosak lehetünk. Jézus mindenkit és mindenhol hív. Ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Talán reménytelen bűnösnek érzed magad, de ez nem így van. Isten a leglehetetlenebb helyzetet is győzelemre fordíthatja. Semmilyen élet nem lehet olyan rossz, semmilyen bűn nem lehet olyan nagy, hogy Krisztus meg ne bocsátaná. 1995. december 31-én egy John Clancy nevű tűzoltóparancsnok és csapata egy üres épület oltására sietett egy manhattani kábítószeres negyedben. Amint a tűz elhatalmasodott, a tűzoltók aggódni kezdtek, hogy talán mégis maradt valaki az épületben, noha az kizárólag huligánok, kábítósok, alkoholisták és prostituáltak használták. Ennek ellenére Clancy és csapata úgy döntött, hogy belépnek a tüzes pokolba, és átfésülik a terepet. Az épület tele volt füsttel, így aligha lehetett látni valamit is. A tűzoltók életük kockáztatása árán igyekeztek megmenteni azokat a huligánokat, akik esetleg ideiglenes hajlékként használták az épületet. Hirtelen a második emelet mennyezete leszakadt John Clancy felett. Kollégái mindent megkíséreltek megmentésére, de mire végre sikerült kihúzniuk, már késő volt. Teste a felismerhetetlenségig megégett. 1995 utolsó napja ennek a bátor tűzoltónak is az utolsó napja volt. A tűzoltó felesége akkor volt 6 hónapos terhes. Terveik meghiúsultak. John Clancy minden életet értékesnek tartott. Ezért kész volt feláldozni életét az épületben rekedtek megmentésére. Hátrahagyva otthon a biztonságát, behatolt a veszélyes tűz és füst közé. Kötelessége iránti odaadása az életébe került. Nem tudott nyugodni, mi alatt mások a tűzben vesztegeltek. A későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy a tüzet egy gyújtogató okozta. Edwin Smith, az egyik bentlakó gyújtotta fel az épületet. John Clancy gyakorlatilag éppen azt az embert próbálta kiszabadítani, aki a tüzet okozta. Életét adta egy gyújtogatóért. Élete Jézus Krisztus példázza. Jézus elhagyta a mennyei otthon biztonságát, és világunk pokoli tüze közé vetette magát. Megváltunk, a kereszten függött, és a bűn tüze teljesen megemésztette őt. Saját választásunk és döntésünk alapján bűnöztünk. Haragos lelkületünkkel,
bestelenségünkkel, mohósággal, bűnös vágyainkkal, házasságtöréssel és hazugsággal tűzbe borítottuk a földet. Krisztus meghalt, hogy életünk legyen. Megismerte a bűn lángját a kereszten, hogy ne kelljen megismernünk az ítélet tűzét, amikor Jézus eljön a bűn megégetésére és örök eltörlésére. Ma Jézus bizonyságát szeretné annak adni, hogy örök életünk lehet. Jézus hallgat és vár. Miért ne nyitnánk ki szívünk ajtaját, hogy ő életünk megváltója és ura lehessen? Jézus hallgat és vár. Jézus csak egy dolgot nem tehet meg. Nem erőltetheti, hogy megnyissuk előtte szívünket. Mindannyiunknak választási lehetőséget adott. Nekünk kell megnyitnunk az ajtót. Jézus örömmel betér hozzánk, ha megnyitjuk az ajtót. Szeretnéd ezt itt és most megtenni? Szeretnéd-e Jézust a szívedbe hívni minden halogatás nélkül? Ha úgy gondolod, imádkozz együtt velem. Istenem, elismerem bűnösségemet és azt, hogy segítségre szorulok. Megváltómként és uramként kívánom elfogadni Jézust. Meg akarom nyitni előtte szívem ajtaját ebben a pillanatban. Kérlek, bocsásd meg a valaha elkövetett bűneimet. Vondd uralmad alá életemet. Szeretném, ha Jézus a szívembe költözne, és megtisztítana, hogy neki élhessek. Köszönöm, hogy meghallgattad imámat. Jézus nevében. Amen. Istent!